A nyár utolsó hétvégéjén gyerekek által készített kézműves munkákból nyílt kiállítás a Bocskai Rendezvényközpont konferencia termében. Az elmúlt év végén a TÁMOP keretében nyert uniós pályázatból a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Múltunkban a Jövünk, Hajdú Hagyományaink Nyomában címmel szervezett szakkört, melynek zárásaként a lelkes kisdiákok munkáiból állt össze a kiállítás. Szöttünk magyar-bogár hátúfonás, ugye ez volt a kedvencem, csináltunk szütyőt, szalagot is készítettünk, ilyen övszerűt, és például a karbantyúba volt a kedvencem, mikor ezt a szép szütyőt elkészítettük karbantyúba, már nagyon szeretem a foglalkozásra járni. Készítettünk plakátokat, cégért, hát sokat nevettünk, mert volt, amit elrontottunk, hát jól éreztem magam. És te miket készítettél ide mondjuk a kiállításra, mit hoztál magaddal? Hát azt a kis táska szerűt, ami még nincs leszedve, meg egy ilyen szalag, vagy öv, vagy ilyen szalagfélét. A közel 30 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetően jöhetett létre a szakkör, és készülhettek ezek a különleges alkotások. Népi kismesterségeket tanulhattak meg általános iskolás gyerekek, úgy mint kosárfonás, nemezelés és szövés. Az elmúlt hónapokban több mint 30 kisgyermek ismerkedhetett meg a mesterségbeli alapokkal, szakemberekkel, és ami itt látható remek munkák, azt gondolom, hogy önmagukért beszélnek. Természetesen a pályázatnak lesz folytatása, hiszen ősszel indul egy újabb kis csoport, melyben az érdeklődők citera, valamint rádiós és online újságírás rejtelmeivel ismerkedhetnek meg.